Idén is megszervezik a karácsonyi vásárt Kolozsváron, a főtéren. A magyar feliratok kérdése az elmúlt évben vitát gerjesztett, ám megtudtuk, idén szerződés biztosítja azt, hogy felkerülnek a magyar nyelvű táblák is a vásáron. Az elmúlt évben nagy vitát gerjesztett az erdélyi magyar médiában a kolozsvári karácsonyi vásár többnyelvű felirataiak kérdése, pontosabban azok hiánya. Az önkormányzat bejelentette, hogy idén is lesz karácsonyi vásár, így újra aktuálissá vált a téma. Rácz Béla Gergely helyi tanácsos elmondta, a szervezőket szerződés kötelezi arra, hogy minden felirat magyar nyelven is szerepeljen. A kolozsvári magyarságnak érdeke, személyesen egyeztetünk a tavaly is, egyeztetünk most is a szervezőkkel. A szervezők már elküldték az alpolgármester asszony irodájának a feliratokat, amelyeket mi lefordítunk a tavaly is, lefordítjuk az idén is újból, úgyhogy bízunk abban, hogy a kérések és a nyomásgyakorlások hatására gyakorlatilag maradéktalanul minden felirat az több nyelvű lesz a vásárban. Hozzátette, a szerződés tavaly is létezett, idén viszont nyílt levélben további erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a gyakorlatban is megvalósuljanak a tervek. A karácsonyi vásár november 18-án nyitja meg kapuit, a város többi része december 1-től borul ünnepi fénybe.